vendégünk Diószegi Kiki és Császár Robi. Sziasztok! 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 Hello. Fiúk, nem hazudtoltátok meg önmagatokat, hiszen egy nagyon zúzós lemezzel leptétek meg a rajongókat, de kicsit meséljetek arról, hogy hogyan épül fel ez az album. Sziasztok még egyszer! Én úgy gondolom, hogy ez egy színesebb album lett, mint az előző volt. Nagyon sok hangulat került rá, más világok vannak benne, mint amik eddig voltak, másfajta behatások is értek minket az utóbbi időszakban, és ezért valahogy így is néz ki a lemez. Debütált az album címadó dalának is a videóklipje, ugye ez a Mondel, amit az imént láthattak a nézőink is. Meséljetek egy kicsit erről a dalról, ez hogyan született meg, és miért éppen ezt választottátok címadó dalként? Érdekes, hogy most máshogy jött ki igazából az egész album és maga a videóklip is, mert általában eddig úgy csináltuk, hogy amikor elkészült egy klip, azzal együtt jelentettük meg az albumot, legalábbis a Zuhanásnál, ha jól emlékszem, akkor ez így volt. Igen, most pedig pont fordítva, hogy először az album jelent meg, és pár napos késéssel pedig a videóklip. Mindenképpen a címadó dalt szerettük volna megörökíteni ilyen vizuális anyag formájában, és számomra ez a legszemélyesebb dal a lemezről, és a srácok is úgy voltak vele, hogy akkor talán ez lehetne az egyik legszemélyesebb. Azt már említetted, hogy ez az album egy kicsit más, mint a többi, de Robi, ha kicsit konkrétabban kéne megfogalmazni, akkor milyen újfajta hangzás jellemzi ezt a lemezt? Maga az albumnak a hangzása szerintem sokkal koszosabb, ha mondhatjuk így, mint az eddigiek, legalábbis keverés szempontból, viszont stílus jegyileg szerintem sokkal több irányba nyitottunk. Vannak benne rappesebb dalok, vannak benne picit populárisabb dalok, talán rockosabb dalok. És hogy érzitek magatokat ezekben az új irányokban? Például a rappet most említetted. Azt már leteszteltük, ugye ez volt az a dal, ami Pásztor Annával közösen készült, ez a Voltam Leszek, ezt már játszottuk a nyáron koncerteken, és baromira jól éreztük magunkat egyébként a dalban, tök jól működnek koncerten, viszont az újak azokat majd csak jövőtől fogjuk kipróbálni, úgyhogy ha ezt megkérdezed mondjuk 4 hét múlva, akkor már többet tudunk mondani. Egyébként, ha már Pásztor Anna neve felmerült, akkor egyébként mennyire állnak közel hozzátok az ilyen típusú zenei együttműködések, mennyire érzitek jól magatokat az ilyen kollaborációkban? Abszolút szeretjük az ilyen érdekes kitekintéseket a stílusból. Amikor megszületett a Voltam Leszek, nekem rögtön bekattant, hogy ennek egy featuringnek kéne lenni, és én amúgy az Anna and the Barbies-t nagyon szeretem, főként a szövegek miatt nagyon, nagyon érdekes ez a szimbolikus, undergroundos történet, és valahogy amikor a szöveget elkezdtem írni, akkor beugrott Annának az arca, és amikor megkerestük, először nem gondoltam, hogy igent fog mondani, főleg, hogy egy ilyen metal ügyről van szó, de pont akkor mesélte, hogy ő egy hasonló dalszöveget kezdett el írni témára, és így jött. Úgyhogy én nagyon szeretem ezeket a kitekintéseket. De van úgy elképzelésetek, vagy vágyatok azzal kapcsolatban, Robi, hogy a jövőben dolgozzatok valakivel együtt? Persze, hogy konkrét elképzelésünk még nincsen, de amúgy szerintem marhára nyitottak lennénk, hogy belevágjunk más-más. Elton John, Bono. Például. Abszolút, már továbbítjuk mi is az üzenetet. Térjünk még egy kicsit vissza a Mondelhez, ugye ehhez készítettetek egy videóklipet is, amiben tulajdonképpen két párhuzamos szálat láthatunk kibontakozni. Mi volt a klip kapcsán a koncepciótok, és hogyan zajlott ez a forgatás? A klip egy, eddig azt már elmeséltük egy jó párszor, hogy általában az ilyen vizuális dolgokat belső munkában csináljuk meg, most viszont egy külön stáb dolgozott rajta, és Bikal is annyi volt, aki ennek a forgatókönyvét és az egész ötletet így kitalálta. Átadtam neki a dalszövegnek a mondani valóját, és maga ez a két karakter, aki benne van, ez a minimális kis storyline, ez igazából egy darab személynek a két oldalát és a két személyiségét mutatja be. Igazából a fiatalkori gyermeki ártatlan oldalt, és utána ezt a később már kicsit megromlott, kicsit, hát meg kell nézni a klipet, nem annyira kicsit, megromlott, sötét, ilyen démoni oldalt, hogyha lehet. Számomra ijesztő is volt a klip vége. Azt említetted, Robi, hogy ezeket az új dalokat a következő hetekben fogjátok tesztelni, hiszen országjáró turnéra indultok, hol mindenhol találkozhat majd veletek a közönség? Hát így igaz, jövő hét pénteken indul a turné, Pécsen nyitjuk meg az egész sztorit, de ha minden igaz, 12 állomásunk lesz az ősz folyamán, aminek majd a záró pontja az Budapesten lesz szilveszterkor a Barmanegrában, úgyhogy ott kerül majd fel
az íre a pont igazán. Nagyon-nagyon várjuk. Ezt akartam is kérdezni, hogy egyébként ez mennyire gyakori nálatok, hogy szilveszterkor is játszotok. Nem egy állarcos bálban bulisztok éppen, hanem színpadon vagytok. Ez ilyen szempontból egy újdonság lesz, vagy van már ebben is rutin? Még nem volt rá precedens, úgyhogy igazából nem is nagyon tudom elképzelni, mert a szilvesztereim azok merőben máshogy néztek ki idáig. De valószínűleg ezt az éjfélkor kocintást valahogy színpadon kell megegy. Nem tudom elképzelni még, hogy lesz ez még egy kicsit kiforratlan még a dolog. Biztos, hogy hangulatos lesz. Az biztos. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és akkor sikeres turnét kívánunk nektek. Mi köszönjük szépen. Sziasztok.